Milorad Dodik a hármas találkozó után megtartott közös sajtótájékoztatón a három ország közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagja a jövőbeni közös projektekről beszélt. Ezek között a Belgrádot és Szarajevót összekötő autópálya mellett más beruházások is szerepelnek. Разговаривали сме неким другим развојним проектима као што је то газовод Турски ток, што је заинтересована Република Српска, а исто тако и спремност да се на неким другим инвестицијама као што је железничка пруга. A Belgrád és Szarajevó autópályára kitérve Erdogan kijelentette, lépéseket tesznek a tekintetben, hogy közelebb hozzák Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát, ami több szempontból is jelentős. Sinonim sa civilizacijom, sa životom. I mislim da ako budemo uspjeli da ovo izvedemo, znači da imamo ovaj put između dva naroda, to će imati još veći utjecaj i na stanovništvo, ali također još veći utjecaj koji će da sprečiti emigraciju, odliv stanovništva naprotiv. Az árucsere forgalom is egyre jobban növekszik Szerbia és Bosznia-Hercegovina között, amely évről évre nagyobb gazdasági fejlődést jelent, mondta a szerb államfő. Svi ovi projekti o kojima govorimo su projekti povezivanja ljudi. Kada povezujete ljude, onda ljudi mnogo više razmišljaju o boljem životu, o drugačijem životnom standardu. A politikai vezetők egyetértettek abban, hogy a jövőben is lesznek közös fejlesztések, amelyek elsődleges célja, hogy megőrizzék a régió békéjét és stabilitását. Ennek egyik jele, hogy Bosznia-Hercegovinában és Törökországban is szerveznek majd hasonló háromoldalú találkozókat.